Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Sorstársak házaudvarán, és éppen van 2 perc szünet, hogy tudjunk beszélgetni Béres Sándorral, hiszen egy jelentős adományt osztanak most itt folyamatosan szét. Mi is ez az adomány? Hát nagyszerűen összejött az egész, mert burgonyát tudtunk adni a lakosság részére, vetőmag burgonyát. Hát ebből elég szépen kaptunk, mert összesen kaptunk 230 mázsa burgonyát, egy pár kilóval több, vagy pár mázsával több, de nem akarom annyira pontosan megnevezni, hogy mennyit kaptunk, kányból kaptuk ezt a burgonyát, egy nagyon jó fajta vetőmag burgonya. Ezt tovább lehet vinni, több évekig jó a vetőmag krumplia, úgyhogy ezt 7-8 évig is lehet egymás után vetni a földbe, ez mindenkor nagyon szépen teremni fog. Hát nagy a keletje a krumplinknak, mert hát a 230 mázsa krumplinak a fele már oda van. Úgyhogy még van itt kisújszállásnak, püspökladánynak, Tiszta Szent Imrének félretéve a krumpli, hát már lassan a karcagiaknak nem tudunk adni, mert szépen be kell osztani, hogy mindévé jusson egy kicsi. Én örülök neki, hogy ekkora sikere volt ennek a krumplinak, és ezt meg tudtuk itt valósítani, és én nagyon szépen megköszönöm a segítőimnek is, hogy segítettek nekem ennek a lebonyolításába, és nagyon köszönöm a miniszter úrnak a támogatását, hogy Karcagot így el tudtuk látni burgonyával, és köszönöm az összes dolgozójának a Vidékfejlesztési Minisztériumban. Nagyon, de nagyon jó hatással van az emberekre, és itt az emberek is azt mondták, köszönjük, aki adta ezt a krumplit nekünk. Én ennyit tudok mondani róla, én meg nagyon szívvel lélekkel elláttam. Hát ennek a Huba Imre az egyik főszervezője, jó magammal együtt csináltuk, ketten oldottuk meg lényegében így a karcag viszonylatban, és örülök, hogy ezzel is tudtam segíteni a karcag lakosságának. Reméljük, hogy nagyon sok burgonya fog teremni, és utána, ahogy a Sanyi bácsi is mondta, ezt még évekre visszamenőleg tudják vetőburgonyaként használni a karcagja. Meg aki elvitte ezt a burgonyát, hogy tegye el jövőre is, és azutánra is, hogy minél több burgonya teremjen ebből, és ez végigkíséri majd őket azzal, hogy ezt az öreg Béres Sanyi bácsi osztotta szét nekik, és én annak örülök, hogyha még utána is emlegetnek ezért a krumpliért. Reméljük, hogy lesz még hasonló adomány, nem csak burgonya, nem esetleg majd igen, más, arra majd vissza fogunk akkor térni. Igen, még ezután jön majd a paprika paradicsom palánta, amit újból szét fogunk osztani. Hogy mennyi lesz, hogy lesz, nem tudom, mert a fóliát leszaggatta a szél, tehát itt is egy nagyon, de nagyon nagy gondunk van, hogy tönkretette a fóliát egymás után kétszer is a nagy vihar, de azért karcag lakosságának jut. Ha más üvé nem is tudunk adni, de karcag lakosságát ellátjuk palántal is. Hát akkor erről is be fogunk számolni, addig is jó munkát, és hát reméljük, hogy nagyon sokan elvetik még ezen a szép hétvégén ezt a burgonyát. Így van, nagyon sokan a kertből jöttek, és vitték kifelé a kertbe, hogy azonnal vetik a krumplit, mert most pontosan jól jön nekik ez, hogy ma osztottuk, mert szombat, vasárnap ugye ezt munkával töltik el ezt a napot, nem kirándulnak, hanem dolgoznak az emberek karcagon, hál' Istennek. Nem, ez direkt így.